Kedves nézőink, én múlt héten ígértem önöknek egy csodát, ami most teljesült is, azaz dr. Magyar György ügyvéd élőben, itt a stúdióban, tehát nem Skype-on keresztül, hanem itt teljes valójában. Üdvözöllek a stúdióban! Nagyon szépen köszönöm, számomra ez megtisztelés, és az, hogy csoda vagy nem csoda, ezt majd utána megbeszéljük. Viszont nem biztos, hogy a legvidámabb hírrel kezdjük. Hajóbaleset. Ismételtem, volt egy hajóbaleset, most Verőcénél volt a hajóbaleset. És megint az történik, hogy egy nagyobb hajó kapitányát helyezik letartóztatásba, segítségnyújtás elmarasztalása miatt. Hogyan látod ezt a mostani történetet? A helyzet látszólag hasonlít a hableányos balesethez, szinte napra ugyanakkor történt, érdekes módon. Borzasztó, igen, ez érdekes, az összehasonlítás. Ilyen összehasonlítások elképesztőek egyébként ezek a véletlen fatális együttműködési. De mégis más lesz, mert ez a hajó, a nagy hajó nem a város közepén forgolódott és mozgott, ahol a kis hajó is járt annak idején a hableány, hanem ment az útján, ugye, mert el akarta hagyni Magyarországot, Szlovákia felé ment, azt hiszem svájci hajó, cseh a kapitánya, és egy kis szórakozó motor utasa, vagy sofőrje, vagy kapitánya valószínűsíthetően a jelekből fakadon neki ment. Na most erre egy ilyen óriási nagy hajó nem tud felkészülni, tele van radarral, tele van műszaki berendezéssel és mindenféle érdekességekkel, de ha ez nem volt a nagy erős érkezés, akkor nem biztos, hogy észlelte, de ezt nem lehet tudni. Na most jogászember pedig nem hoz előre döntéseket okosan, hanem megvárja a szakértő véleményeket. Itt az a lényeg, Péter, hogy többféle szakértő véleményre lesz szükség, műszakira, közlekedésire, egészségügyire, orvosira, mindenfélére, mert nem mindegy, és ez az ő szempontjából, különösen az elkövetés esetleges megvalósulása esetén, nem mindegy, hogy meg tudta-e volna menteni a kicsi hajó utasait, vagyok azok már szegények az ütközésből fakadóan vesztették az életüket. Azt, hogy ezt szakértők meg fogják tudni állapítani, nagyon jó és szerencsés az eljárásban, hogy megállították a hajót magyar felség területen, vizsgálni tudtak, a nyomokat le tudták róla venni, a tanúkat meg tudták hallgatni, rögzíteni tudták a komputerek adatrendszerét, és utána útjára engedték, a kapitányt kiemelték, és azt mondták, hogy eljárást indítunk, segítségnyújtás elmulasztása. Na most a segítségnyújtás elmulasztása az jogilag nagyon veszélyeztethető történet, mert itt nem arról van, hogy valaki szándékosan okoz joghátrányt, hanem mulaszt. Na most, hogy van mulasztás, nincs mulasztás, na látod, ez is megint szakmai kérdés. Mi volt a baleset mechanizmusa? Ez is szakmai kérdés. Nem hozunk előre ítéleteket, nem hozunk előre döntéseket, rábízzuk a szakértőkre és a hatóságokra, mert ez az ő dolguk, mi csak megdöbbenünk, és borzasztóra sajnáljuk a baleset. Ez így igaz, ez rettenetes. És ugye ebben az esetben is az a kérdés összehasonlítva a hableánnyal, hogy ki ment neki, úgymond kinek, igen, ha jól tudom. A hableányban valóban azok voltak az érdekességek, hogy az a hableány az végezte a dolgát. Akkor neki az volt a feladat, hogy kicsi hajó vitte a koreai utasokat, szerencsétleneket, és ott mutatta nekik a várost, mert ez a dolga. A nagy hajó, igen, a viking hajó, az pedig bejön ide a város közepébe, szembe a parlamenttel, és azt mondja, hogy itt van Budapest by night, fölvesz 20 dollárt még az utasaitól, hogy megmutasson egy ilyen különlegességet, ahelyett, hogy a kicsi hajóra átültetnék az embereket, és a kicsi hajók mutatnák meg a várost. Ez valami üzletpolitika, meg a dokpolitika, meg van ebben minden a világon a dunai kikötők vonatkozásában. Ez annyiban más, hogy a nyílt vizen történt, és éjszaka történt, és nem biztos, hogy a jelzések és a jelzőberendezések tökéletes módon működtek. Nem tudom, ki a hibás, lehet így, lehet úgy. Ha buliról jöttek szegény fiatalok, akkor az is lehet, hogy volt alkoholos befolyásoltság, vagy tudatmódosító hatás. Nem tudhatjuk, ki kell vizsgálni, ne hozzunk döntést. Ki ment neki, kinek, nem tudhatjuk, Péter, hogy egy közlekedési balesetnél is, a helyszínelést követően igazságügyi szakértők állapítják meg a felróhatóság mértékét, itt sem tudunk előre eligazodni. Szokták tőlem kérdezni, ha szabad váltani egy mondattal, hogy most akkor kifizet kártérítést is kinek.
Hát ez megint alapvető kérdés, mert hogyha segítségnyújtás elmulasztásából fakadt volna valakinek az elhalálozása, mert azt hiszem 80 ültek abban a kórházban, és nem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz volt a halálok, ha meghaltak szegények, ezért annak a vizsgálatnak megint lesz egy olyan magatartás része, hogy a segítség, ha nyújtják, megmenthette volna-e az életüket, vagy nem? Mm-hmm. Megvoltak-e rajtuk a védőfelszerelések, amikor közlekednek a Dunán éjszaka, rajtuk van-e a mellény? Egyáltalán van-e világításuk meg? Egyáltalán milyen körülmények között? Ezeket nem tudjuk előre eldönteni, de ha azt feltételezzük, hogy van közrehatása a nagy hajónak, akkor abból még az áldozatok hozzátartozói akár részarányos kárkövetelést is érvényesíthetnének, ha és amennyiben lesz bűncselekménnyel okozott kár, és valóban volt segítségnyújtás, ami elmaradt. Világos. Akkor nézzünk egy másik témát. Ez sem olyan vidám, nem tragédiáról beszélünk. A Magyar Ügyvédi Kamara és a Integritás Védelmi Hatóság között. Valami ilyesmi. Hát volt egy pengeváltása, lehet ezt mondani. Igen. A hatóság elnöke levelet írt az ügyvédi kamarának, és az ügyvédi kamara elnöke elegánsan visszaválaszolt neki, és most itt tartunk. Igen, igen, igen. Hogy nem történt még mindig megállapodás, úgymond az ügyvédi kamarában. Igen, igen, igen. Azt mondottad, Péter, hogy ez is egy tragédia. Én azt mondom, hogy ez már annál azért súlyosabb, mert ez igen jelentős mérvű szuverenitás sérelmet jelent, pont a szuverenitás védelmi hatóság részéről, amikor egy ilyen integratív szervezetet, mint az ügyvédek, meg akar kívülről úgymond kóstolni. Mert ezt én nem megtekintem. Ez az átirat, amit az elnök volt szíves küldeni az ügyvédi kamarának, nem szólt másról, mint ügyvédek, ügyvédi vezetők. Ugyan legyetek már spionok. Hát arra kérünk benneteket, hogy az ügyvédi tevékenységről adjatok nekünk folyamatosan számot, mi pedig majd eldöntjük, hogy ezt mi vizsgálni fogjuk, vagy nem fogjuk vizsgálni, kezdeményezünk-e további eljárásokat, vagy nem kezdeményezünk további eljárásokat. Az ügyvédek közre működnek-e mindenféle disznóságokban, vagy nem. Tessék minket erről állandóan tájékoztatni. Szíveskedjen az ügyvédi kamara spionná válni. Nagyon örülök, hogy elegáns módon a kamara elnök ezt visszautasította. Én, ha én vagyok ott, még keményebben visszautasítottam volna, mert én nem szoktam befogni a pörös számat, arról vagyok híres. Undorító, elviselhetetlen, vérlázító az a magatartás, amit az elnökét megkísérelt az ügyvédi kamara integritását megsérteni. Emlékezz vissza az orvoskamarára. Az orvoskamarát megszüntették lazán és biztonságosan, akkor, amikor túl magát. Hát a kötelező tagságot megszüntették, ugye az orvoskamarának azt mondták, hogy innentől kezdve pontosan. Mindenki önmaga döntheti el, hogy... Szét akarták rúgni őket azzal, hogy ne legyen nektek meg az önálló. Na most az orvosoknak is van titoktartásuk, a papoknak is van titoktartásuk, erről beszéltünk már talán, és az ügyvédeknek is van egy kötelező titoktartásuk, úgyhogy ne kérjék az ügyvédeket és az ügyvédvezetőket, hogy erről beszámolót tartsanak egy olyan hatóságnak, aminek a tevékenysége önmagában is jogsértő, a létrehozása is jogsértő, perceken belül, hát most ezt történelmi távlatokban mondom, hogy perceken belül az egész jogszabályt hatályon kívül kell majd helyezni. Mert ez úgy sértő, ahogy van, európai jogot sért, alkotmányt sért, mindent, amit lehet sért. Következésképpen még addig kell tobzódnia az elnöknek, ameddig a működési engedélye megvan. 5 évre kapott felhatalmazást, én remélem, hogy 5 hónap múltán azt fogják neki mondani, hogy keressen egy jobb munkahelyet. Mert ezt nem lehet elviselni, amit maga a jogszabály biztosít számukra. Ezt, hogy az emberek legyenek állandóan megfélemlítve, és figyeljetek oda, mert mi figyelünk benneteket az árgus szemeinkkel. A nagy medve mindent lát és mindent tud, most nem térek ki a külügyminisztérium befolyásolására Oroszország relációjában, hanem itt maradok ennél a sávnál, és azt mondom, hogy maga az integritásvédelem, meg ez a szuverenitásvédelmi hatalom, hatóság nem szól másról, mint állampolgárok. Az ügyvédi titoktartás az mennyire erős, mennyire meddig köti terjed, az ügyvédet igen. És az ügyfele érdekében? Köszönöm a kérdést, mert ezt laikus módon tényleg sokan keverik. Az ügyvédi titok arról szól, hogy bejött hozzánk az ügyfél, elmondta a buját, bánatát, megadta az adatait, belejutunk, belelátunk úgymond a belső
viszonyaiba, és erről mi nem adhatunk számot általánosságban, kivéve, ha ő erre felhatalmaz. Ez az ügyvédi titok lényege. Tehát én egy végrendeletet szerkeztek, meghal a végrendelkező, vita van a hagyatékon, meghívhatnak engem tanúnak, hogyha az örökösök és az érdekeltek kérik és felhatalmaznak arra, hogy mondjam el, hogy milyen körülmények között jött létre az a végrendelet, amiről a bíróságnak esetleg érvényességi kérdés kell döntést hozni. Más dolog a védői titok. Amiről eddig beszéltem, ez polgári és peren kívüli akcióban zajlik le az ügyvédszolgáltatás. A másik az ügyvédi büntető védelem, mint ami lesz majd esetleg a hajó balesettel összefüggésben. Lehet sértetteket is büntető eljárásban képviselni, és lehet esetleg gyanúsítottakat is képviselni. Ha így szerzek én ügyvédként tudomást bármilyen belső infóról, mondjuk egy szimpatikus elkövető megölte volna a nagymamáját, azról én soha, de soha senkinek nem adhatok tájékoztatást, akkor sem, ha ő maga a börtönből azt mondja, ügyvéd úr, mondja el, hogy mit mondtam magának, akkor sem beszélhetek. Ez a védői titok, viszem magammal a sírba. És ezt a titkot, ez utóbbi titkot szeretnék valamilyen módon fölbontani ezek szerint? Hát generálisan legyél áruló, mondjál el mindent, amit az ügyvédi tevékenységről hallasz és látsz, és hivatkoznak valami abszurditásra, a pénzmosásra. Igen, a pénzmosással kapcsolatosan az ügyvédeknek be kell tartani a rendszabályokat. És ha gyanús elemek vannak, akkor jelentést kell tenni pénzeredetről. Hát, ne tévesszük össze a szezont és a fazont a nyári időszakot a téli időszakon, mert idegen eltérnek. A pénzmosás miről szól? Van nekem fekete pénzem, kaptam Amerikából fekete pénzt, és tisztára akarom mosni. Beviszem a bankba, ide viszem, oda viszem, átveszem, ingatlant veszek, eladom. Tehát csinálok vele valami manipulációt, vagy támogatom arra a terrorizmust. Mert az egész pénzmosás ellenére végülő rendelkezés, ami az ügyvédekre is, és mindenkire, aki a pénzt kezeli, bankszolgáltatást, stb., kötelező pénzmosás elleni védelem a terrorizmus ellen jött létre, amikor voltak szívesek rendes terroristák a ikertornyokat megtámadni, emlékszel? A szeptember 11-es történet. Onnan származik, kérlek szépen, hogy az ügyvédeknek is jelzést kell adni akkor, ha ilyen jellegű pénzmosó terület. Na de itt nem ezt kérte most a szimpatikus Lánci úr, hanem azt kérte, hogy egyáltalán az ügyvédeknek a mozgás körülményeit mondja el, ki kapott megbízást, kitől kapta a megbízást, ott milyen megszólalások voltak, jött esetleg külföldi befutás, van-e politikai összehatása, mi köze hozzá? Nincs hozzá köze. Ez a Magyarországon működő ügyvédség, ez egy önmagát igazgató szerveződés, és rossz nyelvek azt hirdetik, hogy ez csak egy kóstolás volt, és meg akarják kóstolni. Ezt akartam kérdezni, hogy mi lehet a célja még, mi lehet a következő? Hát az egyik az, hogy mindenről tudjon a hivatal, mert akkor nem tud látni, nem tud intézni. Oké, ezt kipipáltuk. De hogy lehet, a kamarával mit lehet, mint az orvosi kamarát, le akarja egy kicsit venni a fejét. Vagyunk néhányan olyan ügyvédek, akik hangosak, még a médiában is megmernek szólalni, és lehet, hogy a hatalomnak ez nem tetszik. Na de amennyiben azt mondják, hogy egyelőre kötelező a kamarai tagság? Igen, igen. Ha ezt akarnák szüntetni, akkor az a kérdés, hogy akkor utána mi lenne? Mert... Hát nem akarok ötleteket adni, de hát volt már ilyen csoda ügyvédi munkaközösségek, állami jogtanácsos szféra. Tehát el tudom képzelni azt, hogy megszűnik ennek az úgynevezett maszeksága. Hát gondolj vissza, a végrehajtónak az összefüggés rendszerében, amiről beszéltünk sokat már a sádlőgyről, ugye, ami összefüggött az igazságügyi miniszter helyettes tevékenységével, és folyik is a büntetés, ott a disznóságoknak egy része abból keletkeztetett, hogy kivitték a magánszférába, és nem volt fölötte állami kontroll. Nehogy már azt mondják, hogy abból tanulva állami kontroll alá helyezzük az ügyvédséget, és az úgynevezett önszerveződését, a kamarai önfüggetlenségét megváltoztatjuk és megszüntetjük, és majd mi megmondjuk, hogy ki az, aki tisztességesen végzi a munkát, kivel szemben kell fegyelmeljárást nyitani, nem kéne. Tehát ezért örülök annak, hogy a kamara ezt annak lenni, és mondja, azért visszautasította, csak lehet, hogy az lesz a vége, mint ami az orvosi kamaránál, hogy kicsit kiherélik, az elnök pedig azt fogja mondani, vagy azt mondta, hogy köszönni ebből ő nem kér. És akkor az ügyvédi munkaközössége, az is tulajdonképpen, ez egy mini kamarák, lehet így mondani? Nem, hát én megéltem, mert én egy vén öreg ember vagyok,
az ügyvédi kamarák úgy működtek, hogy társulás volt. Igen. És ott a rezsiközösség jött létre, hogy így mondjam, minden ügyvéd végezte a saját munkáját, de a megbízást az ügyvédi munkaközösség kapta, és az ügyvédi munkaközösség jogi személyként járt el szükségszerűen, meghatározott ügyintéző ügyvédek meghatározták a dolgaikat, és innen kezdve ennek volt egy előélete, aztán lett egy átváltoztatása, és lett belőle önálló ügyvédkedés. Utána születtek meg évekkel ezelőtt az ügyvédi irodák, és a magánügyvédek, mint ami volt régen a háború előtt. Amikor nekem még a principálisom azt mondta, hogy legyél ügyvéd, ha már ezt a hülyeséget kitaláltad magadnak, csak arra figyelj, hogy nem te vagy a fontos, hanem az ügyfél. Tehát én azt mondom, hogy az ügyfelek érdekeit tisztességesen megnézni, és ne az igazgatás rendészeti oldalát kell a dolognak tisztába tenni. Mi az ügyfél érdeke? Az ügyfélnek az az érdeke, hogy amit elmond az ügyvédnek, az maradjon titokban. Ha ő akarja, föltárja egyes esetekben, de azt, hogy hatalommal vagy hatalmi szóval kötelezzék azt a szemét, akire rábízta az életét, hogy így mondjam meg a sorsát, hogy az arról számoljon be, azt már nem kéne, mert akkor az egész tevékenység beszerzi az értelmét, a mi szolgáltatásunk bizalmi alapú. És hogyha a bizalom megy el, akkor mindenki abba adhatja, és mehetnek esetleg olyan hivatalban dolgozni, mint Lánci úr. Összegzésként annyival tudom zárni ezt a beszélgetést, hogy jövő héten is bizalommal fog fordulni az ügyvéd úrhoz. Akkor is lesz miről beszélgetni. Biztos vagyok. Köszönöm szépen, hogy az élet zajlik, és lesz miről beszélni. Jó egészséget kívánok!